Sziasztok, srácok és lányok, ebben a videóban csak meg szeretném nagyon-nagyon köszönni az 1000 feliratkozót. Nagyon szépen megköszönném, pedig nincs is olyan sok videóm, és megtekintésem sincs. Szóval, ja. Jó, megprankeltelek titeket. Mi? Jó, nem, mert ez bevető volt, hogy eddig 12 feliratkozom volt, most már hip-hop 1000. Az jó, fura lenne. Ehhez van egy külön megoldás, amivel nagyon jól át lehet verni a barátodat. Ez annyi, hogy így kimásolod. Jaj, az ennek nem kell. Kimásolod a feliratkozódnak a számát és a feliratkozó szót is. Itt van, hogy vizsgálás, ugye rámész. Persze, és itt kiad neked a jobb felső sarokban a videóiddal, vagyis a csatornáddal jellemző dolgokat. És ugye itt kékkel ki van írva, itt kékkel valami ki van írva, és itt van egy 100, és egy 1000 feliratkozó, vagy 100, tök mindegy, neked mennyi van. Ezt kitörlöd, és odaírod, hogy te mennyivel szeretnéd megprankelni a barátodat. Mondjuk 300 ezeren alul az ajánlott, ugyanis ha azon felül lenne, akkor szerintem ismerne egy jó pár ember és híres youtuber is lennél. A feliratkozót pedig célszerű odaírni, mert ugye úgy a bevehető jobban, mert ugye a YouTube is odaír, hogy feliratkozó, és hát ha odaírod, és ha nem írod oda, hogy feliratkozó, akkor hamar kitalálja, hogy ez hazugság, vagyis hát 100 000 mi, vagy 100 000 virsli, vagy mi. Szóval, ja. Visszaállítani is lehet, ez nagyon könnyű igazából, hogy itt ki is írja, hogy 100 000 feliratkozód van, hát milyen jó videós vagyok. Igazából könnyű, nagyon könnyű ezt, szerintem. Végre egy olyan videó, ahol nem kell teletennem a linket ilyenekkel, meg olyanokkal. Csak párat leteszek a linkben, nem kell semmilyen Roblox fajtát. És akkor ugye ezt vissza is lehet állítani, csak kétszer rányomsz a feliratkozó számodra, és te odaírod, hogy 12 feliratkozó. Ugye nekem annyi van feliratkozó. Jaj, ző feliratkozó. Nagyon azó. Zőt akarom megnyomni, és akkor ugye Enter, és kísérje, hogy 12 feliratkozón van. Csak ugye azért célszerű utána frissíteni, mert ugyanúgy írja ki, mintha megint ezt is csak kihamisítanád, de ugye nem hamisítottad ki, szóval frissíteni kell, vagy kilépni a YouTube-ból, és visszalépni, vagyis hát nem, igazából a kilépsz és visszalépsz, akkor ugyanúgy maradt. Frissíteni kell, vagy ki kell kapcsolni a gépedet. Szóval így lehet megprankelni a barátodat. Ja, igazából ennyi. A többit megnyomni nem célszerű, mert arról nem tudok semmit. Szóval, hogy ja. Szóval szerintem ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!